kockázat. A közlekedés biztonságra is hatással van, és komoly veszélyeket rejt a napok óta tartó hőség. Megújul a Gárdonyi Géza általános iskola, közel 118 millió forintból korszerűsítik a 40 éves intézményt. Elismerés, Bősze Sándor díjjal jutalmazta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár igazgatóját, a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsa. Komoly közlekedésbiztonsági kockázatokat rejt a kánikula, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az ilyenkor aktuális veszélyek miatt ad hasznos tanácsokat a rendőrség az autósoknak. Ezek közé tartozik, hogy gondoskodjanak járműveik hűtéséről, és készítsenek be elég folyadékot az útra. A kocsiban pedig semmiképpen se hagyjanak gyermeket vagy állatot. 33 fok, ennyit mutatott a hőmérő Nyíregyháza belvárosában. Fiatalokat, időseket egyaránt megvisel a napok óta tartó és egész héten folytatódó hőség. A meleg időjárás emberi szervezetre gyakorolt hatása közlekedésre is hatással van. A vezetés közbeni rosszul lét akár balesetekhez is vezethet. Tompul a járművezetők figyelme, csökken a koncentráció képességük, növekszik a reakcióidejük, emellett az ilyenkor gyakrabban jelentkező kialvatlanság, fáradtság és türelmetlenség is befolyásolhatja őket. Éppen ezért figyelmezteti a rendőrség a közlekedőket, akiket különböző tanácsokkal is segít. Mindenféleképpen, hogyha indulnak, nagyon sok autóban már van klímaberendezés, először próbálják magát a kocsi szekrényt, a járművet egy kicsit lehűteni arra a kellemes hőfokra, amit az emberi szervezet elviselhet. Mindenféleképpen vigyenek magukkal hűtött italokat, és amennyiben úgy érzik, hogy rosszul vannak, akkor mindenféleképpen álljanak meg. Akik nehezen viselik a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne is üljenek volán mögé. De ha mégis szükséges elindulniuk, fontos, hogy a szokottnál többször álljanak meg útjuk során, és tartsanak pihenőt lehetőleg hűtött helyen, ahol felfrissíthetik magukat. Legyenek türelmesek, vezessenek kissé lassabban, és tartsanak nagyobb követési távolságot. Ha pedig megállnak, lehetőleg ne napos helyen hagyják járműveiket. Ami még nagyon fontos, hogyha leállítják a járművet, elhagyják a járművet, semmi esetre se hagyjanak benne kisgyermeket, illetve akár még házi állatot, állatokat, mert a kocsiszekrény egy pár perc alatt úgy fel tud melegedni, hogy az tragédiához is vezethet. A rendőrség nem csak a járművezetőket, a gyalogosokat is figyelemre inti. Ők ugyanis ilyenkor jellemzően kevésbé néznek körül, mielőtt az úttestre lépnek, vagy rosszul mérik fel a veszélyeket. Közel 118 millió forintból újul meg a BEM József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye. A fejlesztések célja a hatékonyabb energiahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése, valamint a korszerűtlen épületek modernizációjának eredményeként az energiára fordítandó költségek csökkentése, amely így hozzájárul Nyíregyháza zöldváros programjához is. A Gárdonyi homlokzatai már hetek óta fel vannak állványozva, energetikailag korszerűsítik a közel 40 éves intézményt. A felújítás a város önkormányzati épületeinek korszerűsítési programjából valósul meg, melynek keretében többek között a Vasvárit már felújították, jelenleg pedig több más iskolában is folynak a munkálatok. Az Évisznek a felújítása is zajlik, a Sójának is zajlik, az Éli menedék helyének is ebben a projektben. Mindegyik több 100 millió forint vagy 100 millió fölötti összegekről beszélünk, ebben az esetben itt az iskolában a 118 millió forint, amit a város pályázott, a város nyert, és mutatva azt, hogy mennyire fontosak az iskolák, mennyire fontos az, hogy a itt tanító tanárok, illetve a diákoknak a komfortérzete jobb legyen, illetve spóroljunk is, meg tegyünk a városunkért, a városunknak a tisztaságáért, úgyhogy ez nem az első projekt már egyébként, ami folyik. Ebben a tanteremben már leszerelték a radiátorokat, az ablakok előtt pedig a szigeteléshez szükséges állványok magasodnak. Az iskolában a hőszigetelés mellett egy 20 kW-os napelemrendszer telepítése és egy akadálymentes rámpa kialakítása is folyamatban van. 117 millió 237 ezer forint értékben lesz ez a felújítás, ami egyrészt egy külső homlokzati hőszigetelést jelent, másrészt a lapos tetőnek a szigetelését, napelemekkel való ellátását, illetve a teljes fűtésrendszerünknek a cseréjét, radiátorok, csövek cseréjét jelenti.
nagyon ránk ért ez a felújítás, hiszen közel 40 éves az épület, és a homlokzat nem volt hőszigetelve, illetve a lapos tető beázása is nagyon gyakori volt, elavult az a szigetelés, ami eddig volt rajta, úgyhogy nagyon örülünk. A munkálatok várhatóan a nyáron még a tanév megkezdése előtt befejeződnek, ahogy az önkormányzati korszerűsítési program negyedik üteme is véget érhet még augusztusban. Bősze Sándor díjjal jutalmazta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltár igazgatóját a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsa. Országos szinten a nyíregyházi intézmény volt az első, amelyik kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt pár évvel ezelőtt. A levéltár kutató szolgálata heti háromszor működik, a munkatársak szakmai tanácsokkal is segítik a kutatók munkáját. Pár évvel ezelőtt a levéltárak is a paradigmaváltás időszakát élték át. A zárt levéltár nyitott közgyűjteményé vált azáltal, hogy társadalmi igény jelentkezett arra, hogy betekintsenek az iratokba, a kutatásokba és tanulmányköteteket jelentessenek meg. A könyvkiadás elindítása dr. Gyarmati Zsigmond, a nyitás és a szolgáltató levéltárrá válás dr. Nagy Ferenc igazgató nevéhez fűződik Nyíregyházán. A jelenlegi vezető június elején vette át a Bősze Sándor díjat a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsától. Az elismerést kiváló szakmai munkájáért kapta. Végre a levéltárra is ráirányulhat egy kicsit a figyelem, hiszen a levéltár egy zárt intézmény volt nagyon sokáig. Nem lehetett tudni, hogy ott történik valami, de mi a kollégákkal és dr. Nagy Ferenc igazgatóval még néhány évtizeddel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a levéltár ajtaját, és megmutatjuk, hogy mindazok az iratok, amelyek nálunk vannak, azok fontosak, azok a napjaink részei, és ezeket meg kell őrizni, mert nem csak levéltárban vannak értékes iratok, hanem még kint magánembereknél is, és ma, mikor költözünk, kisebb lesz a lakás, illetve már nem is ismerjük az elődeinket, akkor feleslegesnek tűnhet egy-egy irat, és mindenkit arra biztatunk, hogy hozza be, hiszen ha kárpótlást akarunk kérni, vagy családot kutatni, vagy településtörténetet kutatni, akkor abból tudunk, abból az iratból, ami a levéltárban van. Kujbusné dr. Mecsei Éva 35 perc című műsorunkban kiemelte, országos szinten a nyíregyházi intézmény volt az első, amely kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A Szabolcs megyei levéltárban jelenleg egy 23 ezer kötetes, könyvritkaságokat is magába foglaló szakkönyvtár és kutatóterem működik. A levéltár ügyfélszolgálata a hét mindennapján fogadja a levéltári adatok közül másolatot, adatot vagy információkat kérőket. Legtöbbször bizonyítványmásolatokat és építési iratokat keresnek, gyakran adnak különböző témában hivatali és kutatói tájékoztatásokat. Az elmúlt években sokan keresték meg a levéltárat, hogy segítséget kérjenek háborúban elhunyt, megrokkant katonai és civil elhurcolt elődeik és rokonaik felkutatásához. Nagyon sokféle irat lehet kint a magániratok között. Például volt nemesi családok komplex nemességi iratait kaptuk az utóbbi időben ajándékba, de vannak olyan végrendeletek, családfák, és bármilyen magánjellegű levelezés, aminek közérdekű tartalma is van, érdekes lehet a helytörténet számára. A levéltár kutató szolgálata heti háromszor működik, a munkatársak szakmai tanácsokkal is segítik a kutatók munkáját. A legtöbb esetben családfák és települések történeteit keresik a levéltárban. Idén már negyedik alkalommal várja a nyíregyháziakat és a turistákat a sóstói piac. Újdonság, hogy már nem csak szerdán és szombaton, hanem pénteken is elérhetőek a termelők árucikkei. A helyi termelők jó minőségű, friss és finom termékei mellett vasárnaponként népművészeti foglalkozó és bemutató is várja az érdeklődőket. 2016-ban a Nyírség Turizmusáért Egyesület kezdeményezésére jött létre a sóstói piac, amely idén már negyedik alkalommal várja a kézműves termékeket kedvelő vásárlókat. Júniustól szeptemberig már nem csak szerdán és szombaton érhetőek el ezek az áruk, hiszen bővült a piac napok száma. Az igények, az árusok és az ide látogató turisták és nyíregyházi lakosok részéről oly nagy, hogy idén már három nap a piac, tehát a szerda-szombati napokon túl pénteken is lesz búzatéri piac árusok részéről árusítás, illetve a vasárnapi napokon pedig a népművészek csatlakoztak.
ehhez a vásárhoz, ehhez a piachoz, és egy bemutatót és vásárt tartnak minden vasárnap. Az eredeti célja a részünkről, a Nyírbéjú Nonprofit Kft. Részéről, amiért csatlakoztunk ehhez, hogy a búzatéri piaszcsarnok árusait, a termelőket és a termékeiket népszerűsítjük. Az idei újítások közül az egyik legfontosabb, hogy a népművészek szakmai bemutatókat tartanak majd az érdeklődők számára. Ebben az Aranykapu Népművészeti Egyesület, a Beregszem Egyesület és a Népművészeti Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete is közreműködik. Vasárnap pedig szintén kiegészülünk egy kézműves piaccal, egy olyan jellegű kézműves piaccal, ahol az iparművészek árulják a portékájukat, nyíregyháziak és megyeiek is. Remélem azt, hogy az eddigi tapasztalatok alapján nem csak arra, hogy szükség van, hanem Sóstónak ez egy fontos színes része, mert kell valami pluszt is adni az látogatóknak, akik ha szeretnek járkálni, sétálgatni, akkor ha megálltják ezeket a dolgokat, akkor még vásárolnak is. Úgyhogy reméljük, hogy a jövőre, közeljövőben még tovább tudjuk ezt fejleszteni. Olyan eladók is részt vesznek a piacon, mint Pataki Béláné, aki már 50 éve foglalkozik kötéssel és horgolással. A piac indulása óta itt tölti a nyarat, már ismerősként köszönti a törzsvásárlókat. Jó a levegő, jó a hangulat, ugye én törzsgyökeres nyíregyházi vagyok, nekem a maga a szökőkút, az a gyerekeimet itt sétáltattam valamikor 50 évvel ezelőtt. A terasz most, hogy beindult, annak nagyon örülünk, ezt mindenki nagyon hiányolta, hogy évekig olyan csend volt itt, olyan kihalt volt a terasz, aztán most már talán beindul. Tehát jó a levegő, zene van, változatosság van, tehát jobban, mint a piaccsarnokban. A saját szerzemények mellett a legismertebb dalok feldolgozásait kedvelt helyi zenekarok szolgáltatják szerdán és szombaton a Zenesóston program keretein belül. Még mindig harmadfokú hőségriasztás van az országban. Az országos tisztifőorvos szerdától rendelt el a legmagasabb szintű intézkedést. Szerda reggeltől egészen vasárnap éjfélig országos szintű a hőségriadó. Erre azért van szükség, mert a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri, vagy meghaladja 27 Celsius fokot. 33-34 Celsius fokot mérhettek a legmelegebb órákban Nyíregyházán csütörtökön. A nagyon meleg időjárás megterheli a szervezetet. Néhány jó tanács azonban segíthet elviselni a hőséget. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy a legmelegebb órákban 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. Mindenki ügyeljen a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Ezekre nem csak a belvárosban érdemes figyelni, a vízparton pihenők is kerüljék a napozást, és ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe. A bőrt napteljel kell védeni, illetve világos, jól szellőző bőrruhákat érdemes viselni. A tartós hőség az autózó koncentrációját is negatívan befolyásolhatja. Országos szinten jelenleg a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ugyanis a napi közép hőmérséklet a napokban meghaladja a 27 Celsius fokot. A Kossuth téren az elmúlt években már a megszokott két párakapu segíti a sétálókat. A 3 méter magas és 2 méter széles szerkezetek hideg vizet porlasztanak, ezzel biztosítanak felfrissülést a kapu alatt áthaladóknak. A Nyír VV34 ivókutat működtet Nyíregyházán, illetve 8 szökőkutat. Utóbbiakban fürödni vagy belemászni azonban tilos, a tisztításhoz használt vegyszerek miatt pedig veszélyes is. A MÁV is próbálja elviselhetőbbé tenni a hőséget utasaik számára. Szerdától a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki állomásokon ingyen ásványvizet biztosítanak a hőségriasztás ideje alatt. Budapesten a keleti, a nyugati és a déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, pécsi, nagykanizsai, szalaegerszegi, siófoki, veszprémi, tapolcai és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Az ásványvizet a Vasút Társaság 10 és 17 óra között osztja, június 16-án 17 óráig. A MÁV emellett azt javasolja, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy folyadékkal kezdje meg vasúti utazását.
Most is érdemes várni a tankolással, jelentős áresés jön pénteken a benzinkutakon, annak ellenére, hogy itt a nyár a benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is 9-9 forinttal csökken, írja a holtankoljak.hu. Ez nagyon jó hír az autósoknak így a nyári szünidő kezdetén, ugyanis a 95-ös átlagára 382 forintra változik, a dízel literje pedig 388 forint lesz a hazai töltőállomásokon péntektől. Kevesebb mint két hetük maradt a bankkártya tulajdonosoknak az adategyeztetésre. Június 26-a után ugyanis zárolják a bankszámlákat, ha az ügyfelek nem azonosítják magukat a pénzintézetekben. Havonta mintegy 25 millió tranzakciót hajtanak végre a banki ügyfelek Magyarországon. Bankkártyával fizetnek a boltban, és bankkártya adatok segítségével vásárolnak az interneten, így ez fontos fizetőeszközé vált az elmúlt években. Még 2017. június 26-án lépett életbe a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény hazánkban. Ez két év haladékot adott a pénzügyi szolgáltatók számára, hogy elvégezzék az ügyfelek ismételt azonosítását. Ennek a két éves türelmi időnek jár le a határideje idén, június 26-án. Az ügyfelnek annyi a teendője, hogy személyesen a bankban bemutatja a személyazonosító igazolványát és a lakcímkártyáját, vagy amelyik szolgáltatónál lehetőség van rá, ezt távolról is megteheti. A határidő betartása a természetes személyeknek és a cégeknek is fontos. A magasugró Bakosi Péter és a 400-as futó Tasi T. Dávid versenyzőként, Bakosi Béla pedig edzőként képviseli a nyíregyházi színeket a Minszki Európa játékokon. A magyar atléta válogatott 19 másik nemzeti együttes társaságában vesz részt a speciális lebonyolítású versenyen. Először 2015-ben Bakuban rendezték meg az Európa játékokat, második alkalommal pedig június 21 és július 1-e között a fehér oroszországi Minszk lesz a versenyházigazdája. A szervezők 50 ország 4000 sportolóját várják a játékokra. Magyarország 15 sportágban 122 versenyzővel indul a viadalon. Az ünnepélyes eskütételen ott volt a nyíregyházi Bakosi Péter is, aki magasugróként tagja a 10 versenyző számláló magyar atléta csapatnak. Nagyon örülök neki, hogy bekerültem a csapatba. Jelen pillanatban ugye egy kicsit fáradt vagyok, de közben felszabadult is, mivel sikerült az államvizsgám, és ennek köszönhetően most már teljes mértékben a sportot tudok koncentrálni. A májusom az nagyon kemény volt, a suli mellett ugye az edzések is akadoztak. Én most remélem, hogy ugye most felszabadult, és most már nem kell a sulival foglalkoznom, koncentráltok az edzésekre, és szeretném, hogy a minszki európai játékokon a lehető legjobbat tudjam nyújtani. Atlétikában 20 csapat küzd egymással 10 versenyszámban. A lebonyolítás speciális lesz, a magasugróknak például a magasságonkénti 3 kísérlet helyett összesen lesz 3 lehetőségük az ugrásra. Hiányosak az információk, tudomásunk szerint tényleg állítólag három ugrás lesz, és előre meg kell határozni a magasságokat, hogy hol fog ugrani a versenyző. Hát ilyen versenyen még nem vettünk részt, tehát ez majd adja magát kint a lehetőség, hogy lesz a magasság emelés. Egy biztos, hogy azért a biztonságra oda kell figyelni, miután ez csapatverseny, tehát azt arra vigyázni kell, hogy eredmény nélkül ne essen ki Péter, mert az végül is a csapat azt nagyon megsérleni. Azt gondolom, hogy meg kell próbálni a köztes megoldást, tehát egy biztonsági, és utána pedig a lehető legjobb eredményt elérni a csapat érdekében. A 400-as futó Tasi T. Dávid a 4x400-as váltóban és a szintén újdonságnak számító 100x200x400x800-as váltóban is helyet kaphat. Egyértelmű jó formában vagyok. Most jöttünk haza nemrég edzőtáborból is. Minden jól sikerült, amit elterveztünk. Így hát számítanak rám a váltóban, hogy kihozza magamból a maximumot. Ott vagyok fejben is, fizikailag is, úgyhogy hát remélem nem lesz meglepetés. A magyar atléta válogatott június 21-én az európai játékok nyitó napján lép először a rekordtára. Továbbjutás esetén két nap múlva következik a második verseny, majd optimális esetben még kétszer is ott lehetnek a nyíregyházi versenyzők a Minszki Dinamo stadionban. Újoncként a hatodik helyen zárta a szezont az MB3 keleti csoportjában a Sényői futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 14 győzelem mellett 7 döntetlent játszott és 9-szer szenvedett vereséget. A megyei első osztályból feljutva új edzőkkel, de a csapat gerincét együtt tartva vágott neki az NB3-nak a Sényő.
A rajt várakozáson felül sikerült az őszi szezon felénél az élen állt az újonc. Közben a Magyar Kupában is haladt a gárda, decemberben a Ferencváros elleni találkozó jelentette a végállomás kapacináik számára. A téli szünetet a hatodik helyen töltötte a csapat, így gyakorlatilag egy fél szezon alatt biztossá vált a bennmaradás. A tavaszi rajtnál picit beragadt a sényű, aztán viszont jönni kezdtek a győzelmek, így végül a hatodik helyen zárta 2018-19-es szezont az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes. A tisztes bennmaradást tűztük ki célul, mivel újonc csapatról, meg újonc edzőpárosról is volt szó. Aztán hamar körvonalozódott végül is az a dolog, hogy sokkal több van ebbe a társaságba. Úgy gondolom, ahol most vagyunk, ugye hatodik helyen végeztünk, ez egy reális eredmény, helyek közel ezen a poszton voltunk egész évben a legtöbbet. Ugye 49 pontot szereztünk, 14 győzelem, 7 döntetlen és 9 vereség alapján jön össze ez a 49 pont. Ugye ősszel szereztünk 26 pontot, tavasszal 23-at. Hát szerintem egy egész jó kis szezont tudhatunk magunk mögött. A kiegyensúlyozott teljesítmény közepette is akadtak egyik vagy másik oldalra kiugró mérkőzések a szezonban. Pozitív értelemben szerintem mindenképpen a tavaszi putnoki meccset tudnám ide sorolni, ugye ahol 30. percben az ellenfél 3-0-ra vezetett, aztán 5-3-ra nyertünk, az egy óriási fordítás volt, még egy nagyon jó mérkőzés. Negatívum, ugye volt 1-2 például a Diósgyőrbe, idegenbe 1-0-ra vezettünk fél időben, aztán sajnos egy 3-1-es vereség lett a végén, vagy kétszer kaptunk ki hazai pályán, ugye ilyen 94. percben kapott góllal, ezek sajnos nem estek jól akkor. A sényű szakmai stábjában nem lesz változás, a játékos keret azonban némileg átalakul. Ruska Tamás, Prakunkám Ádám, Lakatos Bence, Lukács Bence és Szabó Zoltán távozott. Érkezési oldalon eddig a korábbi diógyőri támadó Varga József és a legutóbb Cigándon szereplő kapus Gazsi Tamás neve található. A felkészülést július 4-én kezdi a sényű. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Komoly közlekedésbiztonsági kockázatokat rejt a kánikula. Tompul a járművezetők figyelme, csökken a koncentráció képességük, növekszik a reakcióidejük. Az ilyenkor aktuális veszélyek miatt ad hasznos tanácsokat a rendőrség az autósoknak. Ezek közé tartozik, hogy gondoskodjanak járműveik hűtéséről, és készítsenek be elég folyadékot az útra. A kocsiban pedig semmiképpen se hagyjanak gyermeket vagy állatot. Közel 118 millió forintból újul meg a Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza tagintézménye. A felújítás a város önkormányzati épületeinek korszerűsítési programjából valósul meg, amelynek keretében szigetelik az épületet, napelemrendszer telepítenek, valamint korszerűsítik az iskola fűtési rendszerét is. Pár évvel ezelőtt a levéltárak is a paradigmaváltás időszakát élték át, a zárt levéltár nyitott közgyűjteményé vált azáltal, hogy társadalmi igény jelentkezett arra, hogy betekintsenek az iratokba, a kutatásokba és tanulmányköteteket jelentessenek meg. Országos szinten a nyíregyházi intézmény volt az első, amelyik kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt pár évvel ezelőtt. Bősze Sándor díjjal jutalmazta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltár igazgatóját, a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsa. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták június 13-án, csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! A folytatásban kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd kiderül az ég, zápor zivatar néhol előfordulhat. A déli szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 20 fok körül valószínű. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor zivatar néhol kialakulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 fok körül alakul. Szombaton túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk.
Vasárnap a napsütés mellett már erősödő gomoly felhőképződés várható, és egyre több helyen kialakulhat zápor, eső, zivatar.